Sziasztok, Daktilen Csung vagyok, és jött az idő, hogy folytassam a Need for Speed Velocity-t, itt van velem Lackó is. Úgy látom, eszik. Úgyhogy ne zavarjuk. Ő mindjárt megfullad. A csuklit. Nya, ott tartottunk, hogy tegnap a Super Promotion eseményre belépés sikerült nyernem. Úgyhogy most jönnek a kis versenyek. Kis versenyek kis tétekkel. De haladunk fölfelé a ranglétán. Nos, akkor nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele. Jaj. Grafikai problémám van. Tiki, fejezd be! Csati. Na. Akkor kezdjük is. Nem kapcsolódok az Eonation-höz. Mennyi pénzem van? Százkétezer, jó. Meg kéne egy normális drift autó. Toyota Supra, ez meggondolandó. Laci, ajánlj már nekem nézni egy jó driftes kocsit. Bazd elég szét. LX8 nem jobb? De. Várjuk, hányas? A kettes szinten csak meg. A 8-asnak jobb a izéje. Nincs elég pénzem az alkatészekhez. Jó, akkor várunk egy kicsit. Na, akkor Super Promotion, tegnap csináltuk meg a kereket, most jön a nyilacska. Evo hajsza. Zonda gyorsulása, ez az új kocsim. Hát igen, most majd egy a GTO tartaléknak, meg legyen a... Impreza. Ó, oh. Na ezt vigyázz, Laci, milyen kocsimba, új kocsimba, mutatom. Várj egy picit, megnézem. Jó. Szóval indíthatom. Le fog esni az állat. Aha, Zonda F. Jó, menjen.
This is it. We got our first round ready to go here. Én magam tudni voltam. Hát én ezt nem láttam. Wow! De kocs ez egy állat. Ez hát látszik. Elképesztő gumiégetés. És benne is vagyunk, 15 válom. Easy. És jöhet a második felvonulás. Ryan Cooper küldi neki. Hát ezt nem döntik meg. Így kell váltani. 402. Ezt senki nem dönti meg. Ciao. Szia. De talált ki, hogy mivel játszok. Hú, az nehéz lesz. Az valami kiinduló pontot? NFS. Csak nem kezded el a lánt. Nem, a shiftet. Már a driftnél vagyok, kettes szinte. Na, és nehezebb? Nem annyira. Van benne kihívás, de leírja a izéket, hogyha pölök. Oldal irányba vagy, akkor nem arra driftelsz, hogy nehogy kipörögj, hanem az ellenkező irányba fölött. Akkor csak kormányon nehéz nem... driftelni? Hát, emígy is nehéz lenne. Csak nem izomból kell adagolni a gáz, meg tudni kell, hogy mikor kell kézizni, meg sima fókozni. Én a shift driftet mindig csak sok kicsivel tudtam megcsinálni. Hát nekem előbb sikerült 6 másodpercig driftelni. Na, akkor kihúzod 50 szintre a shiftet? Szerintem megcsinálom a multiplayer-t, nem tudom, hogy izé, hogy van ez a szint benne. A multiplayer az úgy van, mint a single player, össze van kapcsolva. 50 szint a maximum, a sofőr szint. Értem. Várj, eredetiben van meg a shift? Nem, tört. Akkor hogy multizol vele? Nem multizok, single. Ja, most mondtad, hogy megcsináld a multit, vagy nem azt mondtad? Nem. Mondom, a driftnél vagyok kettes szint. Igen, és utána mit mondtál? Te mondtad, hogy kivihetem a közvetlen szintet, mondom, nem tudom, hogy vannak a szintek ebben. Ja. Féltetem féle. Úgy van, 50 szint van, lehetsz agresszív, meg precíz. Ahogy magyarázta. Hát agresszívből több van. Amilyen vagy, úgy kapja a dolgokat. Érszem. Tehát a feljobb sofőröket beléjük mész, levágod az utakat. Tudom. Jó. És majd izé, ha aktuális, vedd meg a Mitsubishi Evo 10-et, vagy Lancert, nem tudom a nevét hirtelen.
mert ha azt átépíted, az az egész NFL sorozatot meg lehet nyerni. Mennyi időt nyertettem kéne a shiftet? Két hét talán, de akkor nincs de a piacoltam. Na, kész az első driftem. Miben kész az első driftet? Az egyik eseményben. Ja. Yeah. Férfi hal volt tegnap, nálatok is? Aha. Micsoda? Vihar. Volt vihar. Csak eső volt. Itt vihar volt. Dörögés, villámlás, minden. Tehát az hát nem pár szó elment. Nem pár szó elment, izé, zárom. Itt nem szerencsére, de már készültem aludni. Baszki, nem kevés lesz. Készülti aludni, mert még nálatok este is izé. Ment a villámlás. Aha, legalább éjfélig. Hatta tudod a kedve aludnom. Igen. Nálunk is este fele ment, de reggel, reggel ment el az áron. Itt nem? Vettem egy RX-8-a diftelésre, hogy a GTO-t majd lecseréljem. Na. Én meg kezdek egyre jobban belejönni itt az itt-be. Az jó. Basszal, nem fog nekem sikerülni. Ez a két jó, nagyon gyenge. Hát harmadik helyezett, nem is nagyon vasa olyan rossz. De így is egy, egy picivel. Jövő, de megint lenne egy ilyen Comme des Conquer bajnokság, de azon szerintem nem veszek részt. Te kiagyod? Ja, úgy csinálják. Fúj, most BMW M3E36-tal kell mennem. Különleges esemény csinálsz a speciális csillagot? Elméletileg jó. És ebbe lehet a tárkát csinálni. Csak kérdés. Nem mész a picsába. Nem tudok róla, hogy lehetne. Kibaszottan de le tudod tölni a kocsit, de Total Car-ra nem hiszem. Ó. Kár. Kár érte. Hehe. Meg kell viselned a BMW-t. Milyen színe van meg kinézete? Nem, most sokáltam, vagy sokálni akartam. Viki! Fejezd be! Amúgy azt tudtad, hogyha elsőnek a startnál, amikor számol vissza, felváltasz egyesre és úgy indulsz, akkor sokkal gyorsabban fogsz elindulni. Nem, de most, hogy mondod, most már így csinálom. Baszki, és tényleg. De már itt a shiftbe. Ja? Ott rossz is működik, bejött. De itt a igen, ott is. Nem tudtam, de most, hogy mondod. Picsába lehet itt 2700-at csinálni. De jó isten. Még ott mondod, hogy hogy lehet csinálni 2700-at. Jó, kíváncsi, tudod milyen szűk ez a pálya, kire. Baszki? Tudod milyen szűk? Tudom. A kocsi alig fél hát el. Én is végigcsináltam. Én is végigcsináltam. De akkor te erről beszéltél? Csak tudom. Nem. Nem szűk ez a pálya. Ahol izé van trip. Akkor én nem tudok driftelni. Talán akkor kapja egy totál feltúrva anyádat. Utána azt az autó használva. Faszom. Utána azt a GTA-t most már. Yeah.
leszalom, nem érdekel. Nem csinálom meg. Csak hajszát. Eks. Kösz. Vegyél egy BMW-t a Z-Driftre, akkor garantáltan nem fogja abba hagyni a driftelést. Most vette meg az előbb az RX-8-at, meg én ajánlottam neki. Igen. De. Csak még nem tudtam feltenni volni. Hogy fénytem rá. És miért kéne feltuningolni? Alapból izé tudsz vele jobban drifteni, mint a GTO, majd utána időre feltenni. Tényleg egy szíveséget is ne szólj bele, jó? Jó, én nem szóltam. Köszi. Figyelj, Zsubi, nem azért, de a GTO is lassú, mégse lehet vele rendesen driftelni. Pedig az sincs feltuningolva. De azért nem lehet azzal driftelni, mivel lassú, és az ilyen izé szűkebb kanyarokat, mint például ilyen éles kanyar, nem fogod tudni vele megcsinálni, mivel nincs annyi lóerő benne, hogy még utána menjen. És gondolod, az RX-8-ban szóval... van annyi lóerő alapszinten? Hát gondolom. Nem azért, de az RX-8 egy kettes szintű kocsi. A GTO meg azt nem tudom hányas, talán hát. Egyes. Is. Szerintem egyes. Nem, Laci, az egyes az a Pagani. Ja. Jó, mindesképpen megpróbálom bele, csak nem hiszem, hogy bármi eredménye lesz. Jó. Most már megjön. Amivel most mész, az hányos? Nem tudom. Garázsban lehet látni. De a teljesítményből ítélve egy hármasnak mondanám. És az a maximum. Hármas. És hogyha itt a shiftnél a Virtuault azt megnyertem, akkor ennyi volt, kijátszottam a játékot. Ha Virtuault megnyerted? Aha. Igen. Igen. Akkor ennyi. Meg tudod csinálni még azokat, amiket ott vannak lehetőségek, ilyen speciális versenyek, eventek. Tehát megcsináltam az összeset. Értem. Én most sorba haladok. Hogy érzed? Ahogy jönnek a versenyek, igaz, hogy amikor megnyitja az izépelő 3-as szintet, akkor visszamentem a 2-esre, és most ezt csinálom teljesen. Aha, egy kicsit elmozdult a izé, minden elmozdult itt. Tökéltem, ha megint a radiátoromban? Hányszor mondtam neked, hogy ne legyél fent? Köcsög egymáskor, hogy te hallod-e? De szép szemed van, Sanya, kurva anyára. Az kb. Ó, csak a GTO-val tudok lenni. Na jó, menjünk tovább. Szerintem fel baj. Köszönöm, Diki. Would Danny's parents please stop by the Lost and Found tattoo today is over? Also, there's a sky blue. De ma megcsinom a fönti versenyeket, holnap meg a lentieket, aztán holnap után meg a királyokat. Come on now, people.
Na de Subi, pont egy BMW-be csapódtam neki, az utamban volt. Fölbasszott, hogy nem miatt, neki megyek a falnak. Szerintem ezek a botok cheatelnek a izé shiftbe. Tuti. Igen, és ajánlom neked, hogy üsd ki mindegyiket. Főleg az izé a VS-nél, az autó, VS autónál, amikor mondjuk egy Mercedes megy egy Ferrari-re, most csak tudom valamit. Ott kurvára üsd ki már legelején. Én végig szoktam vinni, de néha kibasztam őket. De mindig, ezek cheatelnek. Én mindig kibasztam őket. Ezek nem tartják be a szabályokat, ahol nálam izé a vonal ilyen piros szart jelet, az beveszik majdnem 200-ba. Amúgy igen. A Shift 2 meg 20 szintes, az hamarabb kész. De ott nincsen bőrtól, ott izé van főbajnokság. Hát az is gondolom majdnem ugyanolyan. Csak nehezebb az irányítás. Még ott van éjszaka. Ez az, benn vagyok. Ryan Cooper, olyan dőt mondjára megy. Vagy neki megy az oszlopnak? Nem! Beérhet a célba. És megcsinálj, körbe autózza. Hát ezt nem hiszem el. Van ma egy izé Tamás. Milyen Tamás volt? Kommentál? Tóri. Az, köszönöm. Körbe autózza, és így elképzelem, ahogy így körbe-körbe mész csak. Mr. Bean? Ja. Mr. Bean vezetési üzemmód. Kezdődik a szektorpávaj! Nem megnyerjük a nyilas versenyt. És elkezdődött a meccs. Ryan Cooper, mint az őrült, elindult előre. Muneu Kawatsu mögött. Hogy ki vagy? Nem. Semmi. Jó, nézzük kommentálni, nem látom, hogy ki kicsoda. Mutatom neked, várjunk. Játékmenet. Szerintem a Need for Speed egész játékában ennek a játékban van a leglassabb nitro. Ah, itt van. Ranglista. Ryan Cooper 341-jel. Munel Hiako, Kawaguchi meg az első helyezeten. Ryan Cooper vagy megdönti el a kodját? Még szép! Most hiányzik a mostanat itt 2012, de most már ezeket ki akarom játszani a bőrdel együtt, mielőtt 2012-zők. Igen, rán után bőrd lesz, Laci, készülj majd. Tudom. A rán meg kijátszuk egy nap alatt. Fél nap alatt. Na, fogadjunk egy lehetőkbe. Wow! Azt a kurva anyja. Ez mi a fasz művelt? Dark, fogadjunk egy nalátodba, hogy te is satszolsz egy időt, hogy hány óra alatt játsszuk ki, és én is. Jó, én 6 órát satszolok neki. Jó, inkább egy ilyen 4 óra 40 pár percet. Igen? Jó. Aha. Egyszerre fogunk indítani, és hétvégén, amikor egész nap okay. Szabad. Jó. Az már szerintem szombaton lesz.
hogy ajánl, nem tudom, megkérdezni valamit napra, nekem dolgom van. Jaj. Jó, most kaptam könnyű sörést, jól van. BMW lesz. Hallod, hogy hogy robban le, igaz? Nem úgy néz ki, hogy le akar robbanni, csak azt mondtam, miért zümmögő hangot csináltak itt a játékban bele. Én ezért mondom. Lehet, hogy le akar robbanni. Nem, ez Mazdelix. Áhá, tévedtem. Mazdelix. Az ugyanaz a hangja, mint a BMW M3-nak. Ez pedig nem az a motor. Már még RX, mert egy már lőttem. Pedig nem ugyanaz a motor van benne. Az oké, de ugyanaz a hangja. Az RX 8-as, az pont előtted volt. Ja. Na. Egy isten, mennyi. Új kezd. Na, lenyomtuk a napot. Ő legyen. Két jó, jó. Most ilyen felnyása. Na. Akkor tanuljunk egyet. Lacit hallottuk. Me. Ex. Kösz. Ja, ex. Kösz. Na, Driftlandbe. Irányítási csomagot tegyek a Drift kocsira? Tehát egyedire fejleszt. Mindenből vedd meg a hármas csomagot, hogy sokkal nagy eredmény, sokkal nagyobb eredményt érsz el. Mint hogyha teljesítmény csomagot csapok rá? Aha, mert egybe rakod az úttartásit is, meg a teljesítményt is, meg plusz olcsóbb is. Olcsóbb? Ezért. Aha. Hát most számolt képpel, van 98 ezer 3-as szintű teljesítménycsomag, meg van 50 pár vagy 70 pár ezer úttartási csomag. Számol össze, hogy mennyi, meg egyediből számol össze, hogy mennyi. Plusz még bele... Egész nap számoltam, hagyjál. Számoltam. Jó, van, plusz még bele... Jó, plusz még belefér a izé, a karosszéria, meg az ilyen cuccok. Majd, hogyha két kerekezés lesz, akkor mondom, hogy mit állítsál be. Nem be, de az még nem kell. Hát Csubi, tévedtél, mert most elkezdtem őket és nincs elég pénzem, a teljesítmény csomagra meg volt pénzem. Bocsi. Akkor gyűjtesz, hogyha a motor már megvan, meg a meghajtás, akkor ez már prima. Nem baj, köszi, én maradok a saját verziómnál. Jó van. Atya, úristen. Mi az? Ja. Közben felhívtam a részébe a The Crew 2-be hajózni párat, de közben úgyis itt nézem a Twitch-et. Aha. Hogy mit csinálsz? Épp alakítom az Elix-et. Anyádod, hogy belém jössz. Közben kilöktem egy hajóst. Kilökted hajós Andrást? Ennyi. Nem hajós András. Tudom. Az egyik hajó. Mindegy, nem mondtam semmit. Ez abban csak hülyeskedtem, de semmi gond. Kezdjük a lentivel. Hajszta. Fú, te irányítatlan. Evo. RX8. Aha. Na, akkor Evo az 3-as szintű. RX8 3-as szintű. GTO hagyjon békén. Ez lesz a tartalék. Korozzunk, az pedig csak egyes, ugye?
Mi? Igen. Padanek mondom. Igen. Na, két divet, egy hajszal, meg egy óra. Ez hamar meg lesz. Jó, ez rövid esemény lesz. Na, lássuk az RX-8-at mit tud. Már nézd, hogy nap a kerekek. Jó van. Szép a csücsöd, de állj az útból. És megindult Annie Cooper! Hogy driftel ezt a jó ég? Wow! Sehogy áll egy helybe. A fejed az áll egy helybe. 6000 pont, geci! 6700 pont. Én kérek elnézést. Hú, de lealáztam mindenkit! Azt a kurva anyja! Hú, szívesen. Jó lesz ez a kocsi. Köszi, Laci. Ha lesz úgyis pénze van, vagy a pipicsét fel szépre. Az lesz. Nem is kell déft. Nyitló. Ó, oh, stop. A te zretti drifterté, az komoly. Aha, jó az a cucc. Tisztára beállt. Ki állt be? Te, elkezded jó az a cucc. Ja. Stop, köszönöm. Következő drift. Célpont 8000 pont. ...8497 pont! Kérem szépen! Húha! Mondtam, hogy gyorsabb kocsi kell ide. Jerix! Te leszel az ász, te igaz. Fogjak bevetni a király ellen. Cooper úgy megy, mint ez a golyó! Felhetetlen. Nézzenek oda. Sárka kocs a zaltas részek közül hanyos a legmagasabb szint? Hogy érted, hogy alkatrész? Ja, sív be? Nem, a prostitbe. Hát a úgyhogy egyes szintű. Nem. A drift királynak a kerekei az négyes szintű. Azt hiszem a kerekei azok. Nincsen négyes szint. Majd meglátod. Föl akartam tuningolni a kocsiját, és ott volt, hogy négyes szintű kerék. Hogyha azt olvastam, valamelyik alkatrésze négyes szintű. Nem létezik, olyan nincs. Hol vagyunk én a látodba? Jó. Oké. De akkor az cheatnek számít, nem a te irányodból, hanem a játék irányából. Nem, mert mivel a drift királyt könnyen le lehet győzni. Igen? Aha.
szép az a fekete BMW. A verseny Ryan Cooper megpróbálja előre menni, de mindenki állja az útját. Bruno Hardy kiment balra. Majd elengedi? És igen! Ryan Cooper tiltelve kielőzte. Feli nyomába. Na bazd meg, a madarak nagyon jókor szólal meg. Pont mellettem eszik a csita. De most belecsipog a streamenbe is. Ja. Én sem szoktam neki csinálni, hogy nem nyugszik le. Baszd meg! Azt a kurva! Ez olyan volt, hogy majdnem fejre álltam. Tudtátok, hogy a Mikulás eredetileg török? Micsoda? Nem, mert Hitler. Hitler. Ja, Hitler. Utcát is neveztek el róla. Ez a vegé. Mondtam már nektek azt a viccet, hogy mi a különbség a Márk és a Baba között? Nem, mi között? A Baba és a Márk között. Bada? Baba. Ja, Baba, mi? Nem kaptam. Az, hogy a Márk nem sír, miközben darálja. Júú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 
értes ezt le a hintáról. Miért? Mert nincsen keze. Kop-kop. Ki az? Hát nem Pistike. Bazd meg! Az a durva, ezeket ismerem, de még mindig vicces. Ezért, mondom, te is mondok egy, ezért homokválaszt ismered? Nem, tudom. Pistik oda megy, dicsekszik az apjának. Nézd, apa, homokvállat építettem. Mit ölősz, fiam? Dálkos vagy. Hát, igen. Meg ez egy kicsit rasszista lesz, és ilyen náci, hogy zsidók a gázkamra bővöltöznek. Nyissák ki! Nyissák ki! Tudom! Nyitom! Ja. És úgy veledettél, hogy nyitom már. Ó, köszönés. Ezzel megint beszakadtunk a főnökünkkel. Ő is zsidó geci volt. Mindig mondtuk neki. Engem a tanárok ötlegeltek, amikor mindig neki mondtam. Tessék megenni, még nem kaszulját. Az ott. Tessék megenni. Nem mondhatni. Na, lenyomtam a napot, jött a következő. Gyors volt. Hallod, baszki, beszarsz. Ó, várj, akkor ki kell vannom vécére. Az előző körbe csináltam 1 perc, 29 másodpercet és 406 részidőt. A második körbe ugyanennyit csináltam. Szép. Pontosan ugyanennyit. Azt, hogy meg fogom most mutatni a BMW-met. Eljött az idő. Mindjárt nézem. Nem hánya ide a subi. Egészség. Hogy belefosok a szájába, azt adok okot neki hányni. Nézd, Laci, itt a BMW-m. Kicsikebb MH-mos. Én... Dák, csak megsúgom neked, mielőtt letöröltem a prostitát. Feltuningoltam a BMW-t és eladtam a gecibe. Na, Laci, ez a kocsim. Nézd meg.
Ja, Laci is ugye. Ó. Jaj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 
Nem baj, de csak könnyű. Anyád? Nem engednek el. Ó! A kurva anyja. Nagyon vagyok, hogy így játszunk. Ám legyen. Úgy leszük ez a pálya. Majdnem pufálástam a kocsival. Mutasd meg, hol estél pofára. És nézd vissza a streamet, és látni fogod. Várj, és így mutasd meg, hol estél pofára. És így mély szifomba utóval egy ember fele, és így elütött, itt estem pofára. Autobahn. És megnyertem. Lemos Quizik. Nem engedtek el. Ezt így próbáltam így kerülni egyet, azt így megdobtam valami a kocsimat, és majdnem így izomból beleszálltam az alagútba. Épp hogy kitértem. Uff. Csinálni ebbe a prostitbe, mert minden játékba, hogy el a szervertől függetlenül, meg offline vagy tört, vagy ilyesmi függetlenül, hogy egy kocsinak ilyen radiátor lökhárítója van, akkor ezt ki kéne bannulni, vagy törölni. Milyen lökhárítója? A radiátor. Nézd rá a radiátorodba, és nézd rá a izé. BMW-nek az elejére. Ez a nagyjátó kocsi egy állat. Majd, hogyha ráérek, akkor lekeresem Google-on a izé kedvenc képemet a BMW-ről. A széleli kedvenc képem, majd átküldöm neked. Ez köcsög. Esküszöm, Subi, bőrben only BMW-vel leszek, és szétkeseritem az életedet. Ja, és hosszú idő lesz a század szint, úgyhogy sokáig fogod szokni a paszt. Úgyhogy a BMW elvonásom most egy hónapra élved ki, amíg tart, utána only BMW lesz, hangsúlyozom is még.
Nem, meg Oli Takedown. Hát webben nem fog tűnni Takedownolni, már bocsi. Hogy csak lökés van, meg ilyesmi. Ettől csak kilököm. 2012-ben meg... 2012-ben meg izé. Szép Takedownolmoz hagyják. Jó! Pazd meg! Elnéztem az utat! Totál kájget. Hát az szép volt. Oh. Totál kell legalább. Az volt. Zsubi, ez miattad van, mert eled a figyelmemet. És nem tudok vezetni miattad. Hát én is vezetek, miközben beszélek. Jó, neked nincs totál kell veszély, tehát szerencsétlen. És egyetlen egyszer sem mentem neki a falnak, hogy ilyen szaroknak. Hú, vannak Zsubi. De, én mostanat itt vesz szarrá foglak Takedownolni, csak jussunk vissza oda. Jó. Elküldöm neked a kedvenc BMW-s képemet. Nem fejezi be. De azt akarod, hogy később végezzek a plusztit? Te leadam mész, hogy minél később játszom ki? Nem. Hát pedig ez lesz, hogyha nem tudok normálisan játszani. Mert ezt előre nem figyelme, mert is fölbaszolsz. De legalább akkor is utána, amikor nem BMW-vel vagyok. Hol van a ké? Tiki, 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 tiki. De már nem találom a képemet. És ezt a képet. Nézd tükörbe. Az én képemet azt természetesen találom, csak ennek nem. Hú, de hosszú az a megy, Megvan, peszarok! Ugye küld nekem egy totál káros lancs BMW-t. Nem. Csak megint elhállok, ha érde van. Oho, valaki összetett a kocsiját, és majdnem neki mentem, de épp hogy túléltem. Ó, szép! De össze lehet tenni a kocsit? Rajtam ki. Na, hogyha végezte izével a versenyre, akkor sürgősen nézni a képet. Beküldtem a chat előbe. Jó. De ti mit küldött? Egyben akarok terelni a figyelmedre. Nem akarom elterelni, esküszöm. De vagy nem. Nem, most komolyan nincsen semmi hátsó szándék, csak ez nem jutott ez a kép. Azért röhögsz így. Azért meg olyan kurva vicces. 2020-ban hogy néz ki a BMW, 2025-ben, 2050-ben és 2060-ban hogy fog kinézni. Ez kurva hülye. Tudtad, hogy már van izé kategóriás BMW, rendesen izé i7-es. Na még valaki összetett a kocsiját. Ennyire nem tudnak vezetni? i7-es. Nem i7-es, nem tudom valami ilyen. Hí? Azt a kurva anyja? BÁZD MÉG! Hogy megdobta a kocsimat? Azt a jó édes anyja. De én is kisadottam. És így beszólok, hogy nem tudnak vezetni, bazd meg, erre... De lefékeztem, baszki. Lefékeztem. Akkor most megnézheted a képet. Én mondtam, hogy beteli a figyelmetet. Subi, bazd meg, ez vicces. Ez tényleg vicces, ezt megosztom a Facebookon. Ez kurva vicces. Mondta, hogy nincs igazam. Ez csak kurva anyja. Ez jó. Fú, baszki. Baszki, na jó, ezt be kell vallanom, ez tényleg vicces.
szereted a BMW-ket, de az egy BMW gyűlölős mémet kiraksz Facebookra. Nem köszönöm. Jó, érteni kell a poén, na. Most mondd azt, hogy nem lesz igazam. Nem lesz igazad. Majd meglátod. Én befolyásolom majd a jövőt. Nézd meg a légiki típusú BMW-ket. Hol nőtt a nagyjátod, úr? Ott van 320-as én is. Igen, de mondjuk egy 760-as nem úgy nem nagyobb a nagyjátod, mint egy 320-asnak. Kivéve, hogyha raknak rá egy kis töményből, meg terosz szériát. Na, a beszélnél, hogy nem tudok figyelni. Jaj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 
Nem csináltál semmit. Minden egyben, nem én töltem össze magam. Más. Ugye két másodperc múlva. Baszd meg, totál kár. Odafigyelek most már. Most akadom, már végeznek, segíts, amikor lassítsak. Nem nézem most a izé a Twitch-et. Akkor ne szólj be. Akkor meg se szólal. Jó. Most mint után lehet. Aha, itt volt a popfelabasztásom. Nem igaz, bazd meg! Kurva Isten bassza meg, hogy alig megyek neki valaminek és totál kell. Megint. Jó, Subi, ez nem lesz két nap, mire végzek, felejtsd el. Az a játott a Trepusz. Bocsánat. Nagyon-nagyon szűk a pálya már. Digi, fejezd be! Amilyen szűk, most olyan táj lesz majd a végén. Nem az a szűk, nem az a szűk, hanem a totálkálom volt. Ahol volt valami építkezés középen. Csak bal is jobb oldalt volt több bolyákkal. Igazad volt, néha tényleg lassítani kell. Nem tudom,
Opa. Brilliant. Ez volt az jól van. Ez az összetettél a kocsiját az előttem lévő. Jó van. Mindenki összetedi a kocsiját. Most már ezzel figyelek. Jó, megcsináltam. Tényleg lassítanunk kell néha. Most Ubi, most már beszélsz. Szerintem megint elment a hangja. Jön neki ennyi színe BMW. Nem tudta, hogy akik szígyek a BMW-t, azoknak elmegy a hangjuk. Ki tudja? Nem nagyon. Na, most tudod hallani. Hú, még egy Maxle, jó is. Szerintem tűnik ott egy Infiniti G35-et. Az egy kemény meccs. Na, ne felé. Wow, volt jó a háttető. Most mint versenyeknek kellene ezek a... Wow, ezt a kurva anyja. Alig irányítható.
több sprint ebben az eseményben már nem lesz. Ezek a sprintek már komolyabbak. Oly teljesen most vagy hallgatsz. Nem az én barátom. Mi? Hó. Pont havazzik ezzet itt a tökrú kettőbe. Battle Fieldet játszott azóta? Ki? Csubi. Ja, azt hittem, hogy tudom, kérdezed. Talán egy-két meccset. Bevált? Hát, gondoltam, akkor már kettő játszunk egyedül, kicsit unalmas. Amúgy ja, meg tessé végignézni, majd kolonnál leszel. DLC-vel könnyen lehet. Igen. És a DLC csak egy kiegészítő, semmi több. Ennyi. Ilyen is van, egy pillanatra elfelejtettem driftelni. Wow. Azt hittem, hogy ez egy körverseny. A bolyák vannak az autónappal. Tudhatod, hogy igen. Drift van, amikor ilyen, ilyen bolyák vannak. Azért elfelejtettem. És lenyomtuk a napot. No, még három kis verseny, aztán jöhetnek a lentiek. Hajsza, Evo, gyorsulás, Impreza, RX8-as Rift, Sprint, BMW, tartaléknak meg legyen egy Zonda. Tökéletes, itt lesz minden. Téki? Mit mondtam neked? Now this goes back to what I was saying before. I don't think anyone will forget what Ryo Watanabe did here at the last Mit csinált már megint? 60-szor mondtam, hogy nem mászhat fel a radiátorra, mert elve billeg így is az egész. Na megint rajta van. Nem merem lezavarni, mert akkor megint úgy elrugaszkodva fog lemászni, amikor belemeg az egész. Tchú. Yeah.
tökéletes. My bad, catch. Sokan megyünk a következő repülővel. Na, vagyok. Nyomassunk egy diftet. You want to see a man?
Subi. Subi. Megintett? Na. Na, figyelj, királyoknál akárki névvel kezdhetek? Aha, elméletileg jó. Jó, milyen névvel kezdek. Aztán az úgy jönnek a többiek. Akkor elég régen lesz ezután. Ó, baszki, kellett elmondanom. Beúztalak a csőbe? Kivéve, hogyha rossz emlékszek, és tényleg nem lehet elkezdeni. Hát akkor nem mutatná világítva, meg nem hoztam volna a bemutatóját, nem? Azt. Igazából megerősítetted a gyanúmat. Akkor is ez a bácsos az itt. Jött a BMW. Subi kedvence. Olyan vagy, mint az oldalban. Cseszteted a másikat, de igazából azért játszod, hogy utálod a BMW-t, mert igazából imádod. Nem imádom. Persze, csak is. És az, hogy ennyit beszélsz róla, gyakorlatilag tudod, azt reklámozod a BMW-t, tudtad? Aha, persze. Könnyű sérülés. Ó, súlyos sérülés. Ó, baszki. Ó, belementem az előzőbe. Abban még így is ér. Na tudod, ez minden túlél. Ez egy legenda. Tehát na, amikor totál kárt kap, akkor is legyen legenda. Jó, melyik kocsám kap totál kárt? A Mitsubishi. Aha, a Mitsubishi a fejed az. Még ilyen rendes kocsik nem kapnak totál kárt, meg irányíthatók is. Kihoztam a 360-at, 357. A Mitsubishinak a végsebes... A Mitsubishinak a végsebessége 369. Súlyos állapotban? Akár. Na, mutasd. Jó, most töltsem be új bakrosszitet. Aha. Jó. Csőcsöveségi futam. Nem hallom el, hogy jöhet. Traffic box. Vigyen, adjunk nekik. Tudod, hogy mi a legjobb itt a shiftnél? Na. Amikor elkezdesz driftelni, akkor kiírja, hogy a legjobb játékos mennyit csinált meg. Hány pontszámot, és akkor nem kell találgatnod, hogy mennyit csinálj. Amúgy igen.
Megsérült a kocsim, és nem... Ja, de most könnyű sérülés. Jó, baszki, jó folyadott ki. Nálad is vannak ilyen késések? Aha. Pedig basic kell vagyok. Jó, nálam is volt. Wow. Jóó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 
Totál kár, így felrepültem a kocsival, és így oldalra. Szegény kicsike. Rohadt, Jami. Na, én vezetek szalul. Nem néztem a kanyart. És ez kimondta, hogy te vezetsz szarul? Szerintem senki. Egy pillanatra most lenévítem magam. Ez köcsög. Ez köcsög. Jó, végeztem. Mondtam neked, hogy némelyik lejtőn, meg ilyen szar helyen úgy megdob téged a pálya, hogy lassítani is kell. De most nem dobott meg, hanem elnéztem a kanyart, és így gyakorlatilag fölmentem egy dombon, próbáltam kikerülni a másikat, de elcsesztem. Most, hogy felmentem a dombon, a kocsim így oldalra borult. Jó. Yeah. Az igen, egy mi a fasz? Én most sem tudom, hogy hol vagyok. Ó, értem. Egy drift kocsival. Aha, itt basztam el, de most megcsináltam. Jó. A képernyő az azt jelenti, hogy borulás veszély válható? Olyasmi. Na, valaki már felszetett a kocsiját rajtam kívül. Még valaki összetett a kocsiját rajtam kívül. És játsszuk majd a rán 10-én, mert akkor több udatötési lehetőség van. Hallod? Mi? Majd a rán 10-én játsszuk, akkor több udatötési lehetőség mint legyen. Ó. Oh. Mi ó? Jó, te akkor játsz 10-én. Miért te izé? Mindig a stage-et újra akarod kezdeni? Tessék? De a stage-ot majd mindig újra akarod kezdeni? Aha. Jó, hogy maradok az ízre. Baszki, egy drift kocsival, hogy előzzem be a másikat, hát hülye? Nincs az eszélni. Ez a buzi már megint itt van. Ki a Sanyi? Nem, a vegetable-ből. Hallottam a hangját. Kinek a hangját? Rio vegetable. Rio. Aha. Ja, az a neve. Ja, tudom melyik. Persze, mikor elveszi. Mondjad? Mondjad te. Persze, amikor elveszíti a Mitsubishi-ét, akkor már nem olyan nagy szája. Na, hogy teszek róla, hogy elveszítse. Tiszta fax, ez hosszú lesz. Jó a BMW. Tarts ki és húzunk bele. Amit ott hozzá is a használunk.
kicsás vagyok. Every BMW. Tessék! Ja, csak annyit mondom, hogy every BMW. Yes. Every and only. Ja, csak annyit akartam mondani, hogy amikor játszok a izéval, akkor őket versus ezt, hogyha Subi is hallja. Ó, valakit borulni fog. Ujj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 
matrica, ahogy van. Van ilyen matrica, hogy, hogy Rio van. Ezt lenteképezem, aztán azt oda tudjuk, no, a ézébe, a diszkó csoportba. Jézusom, te érzékeny az a repülő, komolyan mondom. Élőben biztos, hogy nem vezetik el a repülőt. Na, akkor hány ingerem lesz? Megy a Trophy Box? Megy, megy. De oké. Próbáld meg eltalálni az 500 és a 250 méter között. Jó. Így is folyamatos első vagy. Yes! Mondom én. Szektor vagy hajszaosztály? Hajsza. Oké, akkor egy hajsza. Egy hajszálon hajsza. Meg ugye válaszoltam helyett. Jót választották, köszi. Szívesen. Mindjárt jövök. Jó. A lukádod magad? Bye.
az utolsó. Bassza meg, megjön egy bőrökkel. Fúj! Csubi, ezt neked csináltam. Total kár az igen. Mit tűz szalát tőle? Upszi. Ups, elnézést. Így van, ez a Mitsu, jól mondod. Na, jó van már. Van savanya? Nem, jó a csuklás miatt. Nem tudok koncentrálni. Jaj. Ó, de jó helyre lakott. Ó. Tökéletes kerék. Majd. Most becseréltem. Jó ez így. Na, akkor csináljuk egy szépen. Ennyi. Fú, de idegesít ez az egér. Na, azért. Nem is valamit basszál rá egy ilyen. De hogy is, mert akkor már tökre megy. Költöm a képet.
thinking that all these drivers have got to be glad that this wasn't a pink slip race, right? Because everyone would have just lost their cars to Ryan Cooper. The guy's flat out Elküldtem a képet. Jó. Ó, megkétesem én ezt. LOL. Ha, komoly. Ezért a kis Rius Mitsubishi amúgy. Ha. Na, csinálok a TV. Majd Texas lesz a bajára. Csinálok, hogy csinálok. Hozzuk ki a kocsinkból legtöbbet. Diablo-ra fel. Ezt imádom legjobban. Erre megszólal a kutya. Kész az LX8. Ó, oh, de jó lett. Köszönöm. Ó, lényeget elfejtettem. Fénytelen? Az hiba? Metal! Ez az! Na most nézd meg! Mi az? Metal vörös. Aha. Nem rossz. Az anyátokat. Ajsza. Impreza. LX8. Ez a... De szép egy csúszott. Nézd meg a driftes kocsimát. Most mutatja meg az LX8, amit tud.
Na, most már kinéz valahogy a kocsi. Jó. Nem adottál a lényegről. Miről? Beleálltam a Mitsubishivel. Egy perc néma csönd. Neked. Be akartam venni egy kanyart, azt rámentem egy buckára, és hopszi, beleállt. Leszakadt minden, látnod kellett volna. Szó szerint leszakadt a lökhárító, a spoiler, minden úgy nézett ki, mint egy zabant. Te állat. Hehehehe, édes a bosszú. Hallod, Sobi? Mondd. Nézd meg a Discordon, mit raktam fel. Jó. Ez igen. Ez egy Evo 10-es. Igen. Méghozzá Rio-s változatban. Ez csak neked amúgy. Ami a World-ben is van ilyen kocsi, nem? Igen. Az is van amúgy. Csak abból nem is pörgettem. Pörgettem? Megszereztem. Hogyha Subi, én a BMW-mmel leszek, te meg jöhetsz egy Evo-val ellenem. Hát ő kezdő leszel. De te amúgy kezdő leszel, amúgy csak szólok. Ezt szétalázom. Hiszem, ha látom. Na, Cid, meséld le neki, mit tud a BMW? Tessék? Meséld le a BMW mit tud. Most melyik BMW-ről beszélnek, hogy tiédről vagyok? Az enyémből, az S-klasszos. Ja. Ja, hogy az? Jó. Ott van. Jó. De jobb, ha vigyázz a Sobi. Mi vagy megvigyázz a fókén? Én nyugodt vagyok. Ezt a kocsit úgy kezdenem, mint az Isten. Tudod, mit vezetnék legjobban, Subi? Na. Egy Lamborghini Diablo. Jó. Egy kérdésem van a shift-tel kapcsolatban, a kettes szinten. Van a UAC Series. Igen? Ebbe csak amerikai autók indulhatnak? Így van. Lesz olyan, amiben csak japánok, és lesz olyan, amiben csak... Olasz. Igen, köszönöm szépen. Értem. És melyik a jobb, mondjatok valami a jó amerikai autóz, ami benne is van a játékban. Mondjak egyet én? Mondjál te, mert én nem tudom, mivel mentem. Legyen az egy amerikai kocsi, ugye? Aha. A Cobalt SS-sel mentem, azt hiszem. Cobalt SS, akkor te mondtál egyet. Aha. Akkor én mondok egyet. Na. Azt hiszem, valamelyik Dodge-ra emlékezek szerintem. Mondjuk egy Viper. Mert az a... Na, a bugfix ismét működik. Itt van te, Subi? Nincs itt Dodge, nem volt. Nincs? Nincs. Nem láttam. Pedig végignéztem az egészet. Akkor mi van még? Muszán? Az is volt. Akkor mit nem mondtok? Chrysler? Dodge FLT? Charger FLT? Most már megvettem a Combat FS-t. Jó, akkor menj azzal. Ez egy jó kocsi. Ezt is feltuningolom maxra. Hát tessék. Miért ezt a cíptek el tőleg kács? Au. Az Implezem ide már lassú. Mondtam. Jó, felkészültem, vettem egy Paganit. Opa. Dragra vette amúgy, csak szólok. Megfogadtam a tanácsodat.
Jó, és ingyenes volt, nem volt autózatonom. Ingyenes? Igen. Az hogy? Kaptam zsetont. Jött jelenleg a zsetonok. Megfelejtettem. Másodom, már... Hány évvel játszottam ezzel a prostrittel, már mikor fiatal voltam. Mert most ideös vagy? Hát most igen. Na jó. Pagani, te jössz. Implaza, jó voltál, szép voltál. De haladni kell a kódal. Úgyhogy leváltalak a faszokba. Így van. Sobita, ahol megfogalmazta. Nem de gyorsan elment az idő, most nézem. Hátsó lokálító. Az szép. Bocsánat. Semmi baj. Ha! A Paganival ma nem bírnak el. A Paganival ma nem bírnak el. Ezért volt a droidikákkal nem bírnak el. Mert te gyorsabb vagy. Ez eló erővel. Eló erős. 1067. És mennyit egy négyes futamnál mennyit futsz? Kettes, nem? Egy négyesnél. Majd mondd meg, hogy mennyit futottál. Jó. Az én izém, Combat Z06-om, annak a rekordja 788, és az 528 lóerős volt. Aha, 1062 lóerős. Na mondom, az 14-es használ, de az a 42-es. Jó. Az úgy jó. Ezzel a Combat SS-sel vitted végig a USC Series-t? Nem tudom. Azt a kurva. Miért? Azért, mert úgy leelőznek vele, mint a szart. Pedig fel van tuningolva. Na, kicsit borsa. Azt hiszem, milyen amerikai autók vannak még. Hogy tudnám megszüntetni, hogy ne annyira izéljen. Faroljon ki. Kapcsold be a segédet. Már be van kapcsolva. Gondoltam, hogy valami gumiszart még fel lehet rakni. Nem, ez hátsó kerekes meghajtású kocsi, és én kormánnyal játszottam. Én még ráférne nyári gumi. Nem tudom, akkor próbáld a Ford Mustang GT-t, az mindig bejön. Most már nincsen pénzem. Akkor add el a Kobaltot és lesz pénzed. 1517. Easy. Peasy. Lemoszt quizy. De jól megy ez a Porsche. Nincs már meg is. 4517. Ó. 5488. Az szép. Ó, a Diff Killer, egy szadálázom az X8-tal. Ezt mellő lelátom. Just that. 12, the drivers are ready to go.
cars. So it's almost fine. Na, Laci, hajszal osztály, hajszal vagy oda ellen. Még egyszer. Hajszal osztály, vagy hajszal vagy oda ellen. Osztály. Sobi, mi legyen, csemme a prostitát, vagy ha Laci elment aludni, akkor folytassuk a BF3-mal. Nekem mindegy. Tudtam, hogy ezt válaszolod, úgyhogy a BF3 lesz. Okay. Csak a fönti versenyeket megcsinálom, holnap meg az alsókat. Oké. Okay. Na, én döntöttem ettől a Chevrolet Cobalt SS-ről. Igaz, egy jó autó, de ebben a shiftbe egy nagy kalap szar a billentyű irányítással. Aha, akkor próbáld a Ford Mustang GT-t. Ó, csak eladtam. Na, azt mondja, hogy Ford. Ford Focuson van még Ford Escort RS, vagy mi RS, ja. Egyik sem izom autó, vagy egyik sem amerikai, bocsánat. Mi a Ford? Az amerikai. Az Escort? Igen, az is amerikai. Ja. Na most, várja. Akkor Laci, ajánljál te valamit inkább. Várjatok, mert kíváncsi vagyok, hogy... Nekem az első meghajtás kell. Nem 4x4-es. 4x4-essel jársz a legjobban. Csak úgy megsúgom. Nekem első... Jó, de van nálam 4x4-es, de nekem kézre állóbb az első meghajtás. Aha. Első kerék meghajtásban azt mondod? Aha. Akkor ez a Ford Focus szeres lesz. Igen, már kiindulom. Amúgy Subi, akartam mondani, azt nem tudhatod, lehet, hogy tudod, hogy mielőtt eladsz egy autót, eladhatod a tuningot belőle, és akkor visszakapod azt a pénzt, amit beleöltél a tuningba. Így is visszakaptam. Ja, jó. De tudom, hogy el lehet adni, mert mivel egy véletlenül kiválasztott még a rossz szériát, és azt el kellett adnom, utána várni egy másikat. Jó van, de teljesítmény is így van. Tök jó pályát választottál, Laci. Rövid, gyors és megvan. Na, jó van akkor. Egészség. Ez csak százas a sérülés, jó van. Ez kényes reggel, ezek a tárolóban. Amíg ilyen sűnye voltja. Jó, akkor ez emberi. Ez hajszá lesz. Most nem ez a... Ne, ne kúrjatok fő! Mi van? Mégse amerikai gyártmány a Ford Focus. Én mondtam. És az Escort az. Amerikai gyártmányú ezek az izom hangú autó. Akkor mi a izé? Milyen gyártmányú a Ford? Japán vagy Európa? Vagy semmelyik? Mi? A Ford Focus ST. Azt nem tudom, de biztosan nem amerikai. Japánra tippelnék, de akkor később mondani. Japán, azt hiszem. Szerintem menj azzal, ami a Lacinak a... Laci, bocsánat, Lacinak a Movie Legends-es kocsia. Dodge FLT. Jó. Mi? Persze itt a japánnál ki lehet választani, hogy melyikkel akarok menni. Pedig egyik se japán autó, de mindegy. De az amerikánál még. Na, kis Honda, nézzük.
De rég vezettem egy nagyon jó autót. Mit? Honda S2000. Egyik legjobb japán autó amúgy. Legalábbis ez egy jó kisebb kocsi amúgy. Ismám az S2000-et a shitből, nekem nem tetszik se a visszapillantója, se az a jobb oldal van az ülés. Bal kormányos. Elég volt. Úgy itt le lehet vágni a pályát. Na. És nincs büntetés sajnos. Hát igen. Ez a lényeg a prostitnek, hogy ha le is vágod az utat, ott is ne borulj fel. Ne csúsz ki. Hogy előzött meg? Mássá, hogy megnyertem. Okay, I'm thinking that all these drivers have gotta be glad that this wasn't a pink slip race, right? Because everyone would have just lost their cars to Ryan Cooper. The guy is... Az úgy para volt. Para lett volna. Végén a keresztezésre majdnem neki mentem pár botokra. Many stick. Oh, Subi. Mond. Két kelekű kezdődik. Né? Két kelekű verseny kezdődik. Akkor vegyél egy Charger RT-t. De várj, nekem van már és... várj, nekem van egy Roadrunner-öm. Az nem jó? Az is jó. Nem tudom. Stubi, ne szólj közben. Primode Hemi Cuda. Olyan, mint az Charger. Ugyanaz a kocsi majdnem. Biztos jó, akkor azt hiszem a futoműnél tedd mindegyiket lágyra. Most az hol kell? Hát a tuningnál. Egyedi beállítások, tuning. Azt hiszem. Oh yeah. Aha. Mit kell? Vagy felfüggesztés? Az összeset Ted Lyra is ennyi. Oh yeah. Nekem magyar játék, várj, nekem magyar játék, magyarul mond. Lágy! Ja? Minden akart ért, vagy csak a felfüggesztést? Csak a felfüggesztést. Bocs, hogy lágy volt, meg lányt értettem. Ez, igen. És a második váltás... És a második váltásnál lőd be a nitrót. No. Csubi, nézd a streamemet? Ezeket is mind le. Igen, nézem. Azokat nem kell várja, neked pozitív meg negatív van. Hol van neked lágy meg merev? Rönt. Csak azokat állítsd. Ja. Azt értem, hogy mindent? Azt mondod, hogy igen. Ja, nem értettem, hogy mit mondasz. Én úgy értettem a mindent, hogy ott, ami van a lágyuk. Jó. Megvan. Ez minden?
Aha. Jó. Úgy de a színed van. Na jó. Ah, oh, meg jobban néz ki. Name az Zaszló, az igen. Mhm. Zik, hi. Így van. Subi tudja, hogy megyen. Jó, úgyse tudok németül. Ha nem vagyok teljesen tudatlan, azt jelenti, hogy éljen a vezén. Nem az a helyét leve. Ez a helyét leve? Nem tudok németül, csak szuper. Na, hozzá. Gyorsulás. Grip. Ó. Oh. Na, holnap után live summit, királyság. Na, alig várom. Okay, listen up people, Texas finest of after the train. Subi? Van egy kívánc? Mond. Semmi, nem voltam a hiá. Rossz kocsit választottam ki. Úristen, de hülye vagyok, a kuda az nekem driftre van, nem gyorsulásra. Ó, bazd meg. Jó, meg is kocsit kell vennem. Na, mit vegyek? Csubi? Charger RRT. RPT vagy Challenger RPT? Muti. A másikat, a lilát. Challenger. Igen. Jó régi fajta. A Atracengónak tetszik az autómnak amúgy. Most a tesztémet nézi? Nem, a fényképemet néztem. Mikor posztoltam ide. Csak erről nem ide tartozik, csak ellene jelő izé. Tükrú 2-es csoport. Csak az a sajátomban van. Na mindegy. Jézusom. Ó, oh, majd nem is kell kocsit mennem, csak módot váltanom. Úristen, mióta vagyok álmos. Vigyelek el te. Hmm.
Basta volt. Hm? Ja, semmi, csak nézzem, hogy milyen mélyleg élő kategóriák vannak itt, amiket bekövettem. Mm-hmm. Azt mondja, hogy a Crew 2 146 néző van. Az úgy faja. Streamed? Nem az enyém. Bárkével amúgy. Mm-hmm. Van egy németes, francia, angol, korea, ukrán, orosz, spanyol. Asszik. Orosz is van, portugál is. Meg svéd. Ezek mindegy más nyelvek amúgy. Mm-hmm. De te magyar vagy, ez így is lehet tudni. Mm-hmm. Az, hogy rád kattintok a prostit, hogy is pont te vagy magyar. Ebbe a streambe amúgy. Hány prostit ezért van streambe? Azt mondja, van itt... Hát te az biztos, van itt egy-kettő angol streamerek amúgy. Ez jó. És összesen 8 néző van. Mami, mire? A Pro Street-en. Például én lennék ott, az biztos, mert van ott 2. A másikon is 2. A másikon meg 4 néző van. Az már pont 8. Ja, hogy összesen. Igen. Aha. Undercoverben is van ilyen nézők, csak 4 darabban. 4 darab néző van. Meg a Most Wanted 2012-ben is. Mm-hmm. Wordbe? Ó, ott már 23, hallod? Wow. Subi? Na. Marston van a tuning. Mégis azt mondja, hogy tuning versenyt be kell szerelned egy után gyártott alkatrészt. Mire gondol? Után gyártott alkatrészt? Aha, nincs benne a felfüggesztés, várjál. Semmi. Most már jó. Na jó van. Na jó van, hogy lassan lépek. Aztán... Nem tudom, hogy melyik nap leszek. Uh-huh. Hogyha lesz föl, akkor van... Majd szóljál. Jó, azok egy picit messze van. Már nincs nagyon messze, csak még egy picit. Azért mondom. Oké. Okay. Na, addig is szólom, hogy szép estét nektek. Jó hét, sziasztok. Ciao. Jó hét, ciao. Na, kész a két kerekű kocsi. Hogy kell két kerek küzdni? Simán csak nézd, csak a második váltásnál lőd be a üzék. A lockbolt. Mit csinál a második váltásnál? Lőd be a nitrót. Jó. Mi a fasz? Milyen indul mindig olyan, amit én csináltam most driftet, nem bírom leállítani, ami ott jött ki belőle. Aha, már értem, miért mondtad ennyit dolt. Igen. 35 méter. Az kevés? Aha. Legalább 150 méter kell. Kérdésem van, hogyha engem játszik le a játék, ahogy driftet, ami lehet. Yeah.
157. Jó lesz? Ja. Á, 6. vagyok. Ez akkor még ne jobb az ke. Ha tudok folyamatosan. Hát úgy, ahogy mondtam, de nekem kérdésem volt. Mi a kérdés? Csináltam egy drift meccset, és nem tudom, hogy elindítódott egy felvétel, ahogy én izé drifteltem, de nem bírok benne kilépni ott. F1. F1 nem viszik. F2? Valamelyik F-billentyű. Hát semmelyik sem működik. Na valamelyik billentyűvel oda lehet játszani. Nyom egy eszkát. Nem működik. Nem tudom, hova. Mit kell csinálnom ahhoz, hogy a kocsi ne essen le két kerétről? Mi van? Mit kell csinálnom ahhoz, hogy a kocsi ne essen le két kerétről? A második, de elővöd a nitrót is tökéletesen változ. Jó, nekem már ennyi a izé. Sípvel nem bírok kilépni a lejátszásba, ez egy feladat. Várja, próbáld el a billentyűket nyomogatni, valamelyik kapjó lesz. Az összeset kipróbáltam már. Akkor az, ami tölt játék bug. Nincs olyan menü ikon? Nem volt semmilyen. Csodálkozok, hogy nem akar működni a két kerék, nem is azt a kocsival értem, amit nem mondták. Hát, igen. Plusz még a spoiler is a zöld izé kocsinál hátráltat, mert mivel a spoiler az arra való, hogy ne szálljon el a kocsi. Mm-hmm. Tudom, mert Magyilát hoztam, mert nem volt elég pénzem rá. Csak szólok, az első pár versenynapnál nem muszáj megcsinálnod a két kerekezést. Én is csak azért vettem, hogy a Riót le tudjam győzni. Igen? Ja. Akkor lehet, hogy kihagyom.
Bazzag, eladtam a BMW-met, pedig én csak az alapkocsit akartam, nem a sajátomat. Ne röhögjél, ez nem vicces, most tényleg nem vicces. Hogy tudom visszacsinálni? Sehogy, ha már eladtad, akkor az már el van adva. Nem, már mindig, amikor a tuningot teszek le, akkor is mindig le kell frissíteni a tervrajzot. Jó, nem érdekel, mondj egy pénzkódot. Fasz, nem tudom, keressé, ott van az izé, Frosty Cheats. De akkor is a legmagasabb pénzösszeg az csak 20 000 dollár. Lépek, akkor meg elveszik minden, ha hagyják négyezek. Nem érdekel, akkor nem fogok tétkelekezni. Jó, nem lesz ma a battle pill. Késő van. Mindjárt leszem. Ezzel nem, még nem fogok végezni addig. Ezen jobban is néz ki. Nah.
aztán gyűjthetek pénzt. Két keletkezés, ezt kell kormányozni? Nem nagyon. Lassú fos lényegtelen. Szuper, most megoldottam azt, hogy a sprint kocsim 0, a két kerekes kocsim 0. Mehetek végig a hajszám meg az egyéb dolgokon. Köszönöm. Arra, hogy előhozza a feladat közölőt a gépem, sőt befagyok. Mindjárt a gépen számba lesz ezek multiplayerbe. Tényleg azt fogom csinálni. Most annyi kettő leszel. Nem, most komoly, hogy ezt fogom csinálni. Nem, úgy értem, hogy ő tényleg a multiplayer-en játszik. Szanadásznak. Én is ezzel fogom. Csak ő elpézik. Jaj. Yeah. Na, ugye a Szanadásznak van Need for Speed szervere. Tök jó. Jól lát ki. Jó. Lehet, izé, hogy rendőrök kell gyűjtöztetni magad. Tök buli. A lenti verseny az ugyanannyi, mint a fönti? Ja. És a királyok? Kb. Az is. Hát jó, akkor kb. Egy hetet számol, mire ezzel végzek. Nem adom el a BMW-t, már dékészen lesz. Nem, de ez a verseny van. Vágom. Még ott a Viper, lényegesen van. Hát így lesz.
be van, én elköszönök, el még fürödni. Jó van. Visszajössz még? Ciao. Nem tudom. Nem hiszem, szerintem. Jó van. Akkor ciao. Jó ét. Ciao. Jó. People, this isn't much of a surprise, but Ryan Cooper has been hosing the competition out there. He'll tell you otherwise, of course, but from where I'm standing, he's been making it look easy. Sonda. Oh!
You know, people said Ryan Cooper was just too raw, that he wouldn't be able to cut it when the racing was legal. And I've got to say, he's proved all the haters wrong. Because he has just been amazing at pretty much every super promotion race we've had. So let me put this... You know, there's a driver who you gotta love, it's Ryan Cooper. Not as long as it's a beautiful corner, but it's got a red hot, that's for sure. Super promotion races. So remember, folks,
These are the best of the best mixing it up out there. Ryan Cooper's looking pretty strong. He's pulled out some decent victories and is really starting to make a name for himself with the fans. If you're not a clear member, Let's get started.
guys who would argue with the fact that one dude and one dude alone owns this place. Of course, I'm talking about Ryo Watanabe. Ryo runs the strip here, and he gets ugly in the grip race, too. I don't know. Hopefully, we'll see some of his records fall today, though, because there's been a lot of mean driving going on out there, and some of these guys have come real close. There's just two... Huh? Hang on. I didn't get that. Now, wait a second. Just give me a minute, okay? All right, now, where was I? By the way, everybody, please listen up. This one's important. Got little Danny here. Danny is 5 years old, loves tuner cars, and says he lost his mommy. Would Danny's parents please stop by the Lost and Found tent before the day is over? Also, there's a sky blue Subaru WRX STI out in the parking lot, lights on, with lights on. If it's yours, better get on out there or you're going to need a jump to get home. Hey everybody, it's Jay Mack on the mic and we're going to take 10 here. Don't you guys go anywhere. Stick around. You're here at Super Promotion. Okay, people, you have got to admit it. Carlos Galeano's Supra just looks so...
That's great, guy. Well, we've got some esteemed company today because the Apex Fly team has paid us a visit. Looks like they're all here, which means that Rio Watanabe is here too. This is it. We got our first round ready to go here. These guys are ready to go. Начинаю просто малани на сосуде. Oh my goodness!
racing. I'll say you're getting it out there. Super promotion races never fail to deliver, that is for sure. There's a couple, two, three guys out there who really look unstoppable. So we're going to see how they handle the rest of this afternoon's races. You're not going to want to give up your seat, so stick around. Hey, for those of you... Man, look at that lineup of turns. Some of them have never been in a legit race before. If you got a camera, now's the time to use it, because it's about to man, listen to those engines. We're really seeing some top racing happen out there today, folks. Drivers know they're at Super Promotion, and it really brings out the best in them. It certainly brought out the best in Ryan Cooper. He's had an... Kis versenyek. Én már ezt folytatás vannak. Wow. Összeállás felhozva. De... Nem tudom, hogy mit csinálni.
sok minden szép még hátra.